János Halmán buktak le a droggal, a borotai és kéleshalmi gyanúsítottnál házkutatást is tartottak. Ha lehet, gesztenyét és platánt ne ültessenek. A növények fertőzöttsége miatt vegyszeres védekezés szükséges. Erős szezonra számítanak, többen választják a tengerparti pihenést, mint az előző években. Kispályás foci bajnokság, idén 7 csapat indult a győzelemért. Jó estét kívánok, a Halas Televízió csütörtöki hír összefoglalóját látják. Kábítószer birtoklók buktak János Halmán. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai megerősítő közterületi szolgálatot láttak el június 26-án este a településen. Egy közúti ellenőrzéskor egy 33 éves borotai lakosnál 30 g-nál is több fehér port, tucatnyi zöldszínű tablettát és növényi törmeléket is találtak, amelyek a gyanú szerint kábítószernek minősülnek. A férfit a nyomozók kábítószer birtoklásának büntette miatt kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Társa egy 30 éves kéleshalmi férfi volt, akiről a nyomozók azt gyanítják, hogy közreműködött a drog terjesztésében. Az ő lakását átkutatták, találtak is nála kábítószer gyanús növényi törmeléket, ezért gyanúsítottként kihallgatták. Most pedig egy egészen más téma. Az utazási irodákban érezhetően erős a 2023-as szezon. Az idei nyáron a megszokottól jóval többen mennek nyaralni külföldi apartmanokba és hotelekbe. A legnépszerűbbek természetesen most is a görög utak, de sokan választanak más, hasonlóan gyönyörű országokat is úti célként. Sokan terveznek elutazni a következő hetekben, hónapokban a vakáció ideje alatt. Arról kérdeztük a halasiakat, szerintük milyen az ideális nyaralás. A látnivalók, meg pihen, lehessen pihenni, meg van szép látnivalók, vagy ha olyan hely, akkor fürdés, aztán ennyi. Pihenés, csavargás, már most a nagymamák megengedhetik. Szia, Anna, figyelj csak, ezt a villát nézem, amit most küldtél. Az utazási irodákban is sokan érdeklődnek a nyaralási lehetőségek iránt. A trendek és a legnépszerűbb úti célok évek óta változatlanok. Nagyon mozgalmas a szezon, rengeteg utas van, rengeteg érdeklődő van, sokfelé utaznak az emberek. Ugye a főszezon az most indult el, ahogy vége lett az általános iskola, illetve a középiskolai tanításnak. A legnépszerűbb országok az Görögország, Törökország, Tunézia, Egyiptom. Nagy vonalakban ez a négy ország, ami között a legtöbb utas ugye megoszlik. Van, aki konkrét elképzeléssel jön, van, aki viszont úgy jön be érdeklődni, hogy nincsen még konkrét elképzelése. Ezeket az utasokat általában én szoktam faggatni, hogy azért körülbelül hová szeretnének, melyik időpontban, hányan szeretnének utazni, milyen ellátással, milyen szálláshelyre, körülbelül mekkora keretük van az utazásra. Arra azért érdemes felkészülniük a nyaralni vágyoknak, hogy a korábbi évekhez képest idén még mélyebben a zsebükbe kell majd nyúlniuk. Sajnos emelkedtek az árak, nem minden országban egyenlő arányban. Tehát én úgy azt látom, hogy Törökországban nem emelkedtek annyira meg az árak. Ami nekem föltűnően nagy emelkedés, az Görögország, Bulgária, Tunézia, Egyiptom, az európai, tehát nyugat-európai országok eddig sem voltak azért az olcsó kategóriában mondhatók. Nagyon telítettek már az utazások, illetve a szálláshelyek. Általában azok a szállások maradnak meg ugye ilyenkorra, amik árérték arányban nem a legkedvezőbbek. Sokkal jobban megéri az én véleményem szerint előre foglalni, mert akkor még van választási lehetőség. Árak ide vagy oda, az emberek jelentős része azért tervez valamilyen rövidebb vagy hosszabb utazást a nyári szezonra. Mi már így a nyugdíjas korokat korban vagyunk a nejemmel, és igazándiból a melegfürdőket szoktuk megcélozni. Mi nekünk hévíz egyébként, az élet forrása. Mi nekünk azt tetszik legjobban, és oda is szoktunk visszatérni éveken keresztül. Amíg fiatalabbak voltunk, addig a gyerekeinkkel Siófokra, Balaton szép lakra, az az ezüstpart. Oda jártunk, de nagyon jól éreztük magunkat. És ajánlom mindenkinek, hogy ha teheti, a lehetőségeinek megfelelően igenis kell feltöltődni. Itt a nyár, ki kell használni az időt, a szép időt. Megkezdődött a nyaraló és fesztivál szezon, ezzel együtt nagyobb figyelmet fordít a Nébih a vendéglátóhelyekre. Most kiemelten a food truck szegmensre fókuszál a szakhatóság.
Közleményük szerint minden food trucknak rendelkeznie kell úgynevezett bázis helyjel. Itt végezhetőek azok a kiegészítő tevékenységek, amelyekre forgalmazás közben nincs lehetőség, például a raktározás, a víztartály tisztítása, fertőtlenítése, feltöltése, az előkészítés és a büfékocsi külső-belső takarítása. Külön felhívják a vállalkozók figyelmét, hogy érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező dolgozókat alkalmazzanak, akiknek a munkába állások előtt oktatást kell tartani, például az élelmiszerbiztonsági állapotokról és az egység sajátosságairól. Az alkalmazottaknak biztosítani szükséges az átöltözési, kézmosási, illemhely használati lehetőséget. Nem javasolja a gesztenyefák és a platánok ültetését a városi főkertész. A nagyra növő fáknak több kártevője is van, amelyeknek a vegyszeres irtása egyáltalán nem egyszerű feladat. A közterületi fák esetében hamarosan megkezdődik a permetezés, ezt majd egy külső vállalkozó végzi. Már most látszik a platánokon és a gesztenyefákon, hogy hamarosan lesárgulnak a levelek, és a kártevők elszaporodnak. Kiskunhalason, csak itt a Batthyány utcán vadgesztenyefából több mint 100 darab található. 50-től több van, még például a Henger utcában. Ezeken a helyszíneken is feltűnnek majd a permetezést végző szakemberek, hiszen július 1-től 15-ig megkezdődik a kötelező, védekező munkálat, a permetezés, ugyanis a gesztenye aknázó majnak a kártétele már most is látható. Rápetézik a levélre az aknázó moly, sőt igazából belepetézik a levélszövetbe, és onnan rágja magát a kis pici hernyóka a levélszövetbe, és ahogy idősödik meg egyre több a hernyó, ugye a leveleket gyakorlatilag megeszik belülről. Gregus Viktor főkertész szerint a közterületi fák permetezésével nem lehet tovább várni. Egyre kritikusabb a helyzet. Permetezés nélkül már most is a lomb felületének fele már kárba veszett volna. Augusztusra jól láthatóak a gesztenyéken, hogy szinte kopaszak, mint a ősz lenne, sárga levelek vannak rajta. A gesztenyéket ez károsítja, a platánfákat a platán csipkés poloska, illetve annak egy gombás betegsége, a gnomóniás gombás betegség, ez miatt is kellett már permetezni a platánokat, hogy gyakorlatilag a friss levélhajtásokat eszi meg a gomba. A főkertész szerint a védekezés során éppen a fák nagy mérete jelenti a legnagyobb gondot. A lombkorona permetezését egyszerű házi eszközökkel nem lehet elvégezni. Éppen ezért arra kér mindenkit, hogyha gesztenyefát szeretne ültetni, előtte kérje ki a szakemberek véleményét. Egy háti permetezővel lehetetlen a hatékony permetezése. Ugye ilyen ködösítő permetezéses eljárással permeteztetünk a városban, úgyhogy nehéz. Aki fát szeretne ültetni és gesztenyébe gondolkodik, vadgesztenyének van egy piros virágú változata, 20 színű vadgesztenye, azt nem szereti az aknázómoly. Nekünk is tervünk az, hogy ugye a meglévő közterületi gesztenyefákat majd idővel piros virágú gesztenyére cseréljük. Hát a platánnak nincs alternatívája, az még nagyobbra nől, azzal még több a probléma, nehezebb permetezni. Nem ültetnék városba, főleg nem az udvarba platánfát, hatalmasra nő meg, gyökértevékenysége is problémát okoz, ráadásul azt is permetezni kell. Néhány évnyi kihagyás után ismét volt városi kispályás labdarúgó bajnokság Kiskunhalason. A kiskunhalasi FC idén januárban kezdte el a szervezést, és a felhívásra 7 csapat jelentkezett. Többek között az ilyen szép gólokért volt érdemes újra megrendezni a városi kispályás labdarúgó bajnokságot. A Kiskunhalasi FC vállalta fel, hogy idén megrendezi a sorozatot. 7 csapat nevezett, és a bajnokságot Csermák Jánosról nevezték el. János a labdarúgója volt a kiskolasi focinak, és miután az aktív pályafutását abba hagyta, akkor játékvezetővé vált, illetve szervezővé. Tehát ő rengeteg szerepet vállalt, nagyon nagy szerepet vállalt abban, hogy a kispályás labdarúgás meghonosodjon városunkban, és tömegeket vonzott abban az időben, amikor ő hozzáfogott, és télen is és nyáron is az akkori vállalatok részvételével, télen pedig önálló csapatok részvételével megszervezte ezeket a kupákat, tornákat.
Az aranyérem sorsa az utolsó mérkőzésen dőlt el. A Delta Sec nagy csatában kapott ki a Meadows büfétől. Bogdán Róbert csapatkapitány szerint ők a játék öröméért léptek pályára. Őszinték legyünk, egy baráti társasággal összeálltunk focizni. Nagyon jó csapattól kaptunk ki, tehát nem az volt, hogy most ezt mi szórakoztuk el. Gratulálok nekik, egyébként nagyon szimpatikus fiatal brigád. Mi azért már a kifelé megyünk ebből a focis életből, de mi azért alapítottuk ezt a csapatot, mert így kezdtük anno. Szeretnénk egy hagyományt teremteni, hogyha majd öreg fiúk leszünk, akkor azt visszük tovább. A fiatalokból álló aranyérmes a Meadows büfé adta a bajnokság gólkirályát, a 39 gólig jutó Hauk Martint. Tényleg felejthetetlen élménynek mindenféleképpen, belülről is majdnem annyira jó, mint kívülről, sőt még biztos vagyok benne, hogy jobbak, hiszen a srácokkal nagyon égtünk 40 percen keresztül, igyekeztünk kihozni belőle a maximumot, egész jól sikerült a torna, én azt gondolom, eleint az időjárás kicsit belerontott, de hogyha jobb az idő, akkor nyilván több a néző is. Én bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz Kiskunhalason hasonló torna, mert mi ott leszünk biztos a Meadows büfével. A szervező Halasi Városmenedzser Kft. Munkatársai arra kérnek mindenkit, időben regisztráljanak a 12. Koliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrára. A halasmedia.hu hírportál fejlécében található a hivatkozás a regisztráció menüpont alatt. A tervek szerint augusztus 26-án szombaton kora reggel startolnak el a kerékpárosok testvérvárosunk Szabadka irányába. Várható visszaérkezés Halasra a város főterére 18-19 óra körül. Az elmúlt több mint 10 esztendőben töretlen a népszerűsége ennek a határon átnyúló kerékpártúrának. A jelentkezők nagy létszáma miatt a szervezők kérik, hogy mindenki időben regisztráljon az eseményre. És még egy kerékpáros téma. Július 5-én, ezúttal szerdán este 18 órakor várja az érdeklődőket a Forrásúj Tükörklub. Az est vendége Halápi Sándor velocipéd világbajnok, a kerékpározás nagykövete lesz. A sportolóval Király Gábor beszélget majd, szó lesz a kerékpárversenyzésről, a velocipéd történetéről, a legelső lábbal hajtott kerékpárokkal kapcsolatos kutatómunkákról és a kerékpározás egyre növekvő népszerűségéről. Halápi Sándor a magyar kerékpáros sport egyik kiemelkedő alakja, több mint 54 éves ilyen múlttal rendelkezik. Az időpont tehát július 5-e, szerda 18 óra. Most pedig összefoglaljuk röviden, hogy mik voltak ma esti híradónk legfontosabb témái. János Halmán buktak le a droggal, a borotai és kéleshalmi gyanúsítottnál házkutatást is tartottak. Ha lehet, gesztenyét és platánt ne ültessenek. A növények fertőzöttsége miatt vegyszeres védekezés szükséges. Erős szezonra számítanak. Többen választják a tengerparti pihenést, mint az előző években. Kispályás foci bajnokság, idén 7 csapat indult a győzelemért. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió csütörtöki hírösszefoglalója, de kérem maradjanak velünk, hiszen most jön az időjárás előrejelzés. Ezt követően pedig a napi mozaikban a Csipkeházba látogatunk el, ahol egy gyermek bábelőadás zajlott néhány napja, és erről láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Fél 8-kor kezdődő Kultúrkép című műsorunkban bemutatjuk a veteránautós találkozó nem mindennapi járműveit, és 3 diáklány kiállítását is. Ellátogatunk egy gitárórára, és felidézzük Gusztus Enid és Bence múzeumi koncertjét, de programokat és olvasnivalót is ajánlunk majd a nyári időtöltéshez, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velünk tölteni az estét. Ne felejtsék el, hogy fent vagyunk a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is, ezeken a felületeken is sok-sok új tartalommal várjuk Önöket minden egyes nap, úgyhogy nézzenek majd fel oda is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap este 7-kor pedig ne feledjék, jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra, szép estét!